Beruházások, a Takta híd felújítása. Segítségnyújtás, adomány a tarcali menekülteknek Angliából. Kiállítás megnyitó, történetek egy zsidó családi albumból. Köszöntöm a Globot Televízió nézőit, Kuti Kuruc Hajnalka vagyok. A Taktaharkány határában található Takta híd felújítása hamarosan megtörténik. Ennek a beruházásnak a munkaterület átadása március 18-án volt. A tervek szerint a híd megújítása 6 hónap alatt megtörténik, addig pedig félpályán jelzőlámpás irányítás mellett haladhat a forgalom. A Magyar Közút Nonprofit ZRT beruházásában teljes körűen megújul a Takta-Harkányi Taktahíd 254,8 millió forint értékben. A munkaterület átadása március 18-án délután volt. A jelenlévőket Szemán Ákos Takta-Harkány polgármestere köszöntötte, majd kiemelte, hogy nagy örömmel tölti el az itt élőket, hogy a híd és a 36-21-es út is megújul. Ezek a beruházások nem csak az itt élőknek fontosak, hanem a turistáknak is, akik Tokaj hegyalját a Takta köz irányából közelítik majd meg. Kondz Zsófia térség országgyűlési képviselője szólt arról, hogy ez a 36-21-es út nagyon rossz állapotban volt, amelynek a teljes felújítása hamarosan befejeződik. Ezzel a híd felújítással kezdődik a munka itt Taktaharkánynál, de hát gyakorlatilag a Taktaharkány, Taktakönéz és Prügy közötti útszakasz teljes egészében megújul. És ugye erről most már beszélünk egy ideje, mert hát gyakorlatilag másfél évvel ezelőtt kezdtünk el azon dolgozni, hogy ehhez megszerezzük a forrást, és mindent szakmailag előkészítsünk, és október 8-án ugye a magyar közlönybe kijött, hogy akkor teljesen hazai forrásból a 13 kilométerre, ami még akkor nem volt meg, arra is biztosítjuk a forrást, és már az egy kilométerre korábban sikerült megtalálni azt a forrást, ami a felújításhoz szükséges. Szóval igazából ez egy hosszú munka volt, és ez a mai nap itt a híd felújítással elkezdődik, aztán következik az egy kilométeres szakasznak a felújítása itt Harkány és Kenész között, és utána hát április végén, május elején pedig a teljes 13 kilométer. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez egy elképesztő összefogásnak, és hát tényleg nagyon sok utánajárásnak köszönhető, és én nagyon-nagyon örülök neki, mert nyilván sokat beszélünk útfelújításról, hál' Istennek mostanában, mert tényleg nagyon sok út újul meg, illetve hát négy sávosítás, ami még egyfolytában szóba kerül, ami tényleg talán a legfontosabb, mert az egész térségünk számára ez egy kulcs, hogy szerencsig megépül a négy sáv. De emellett azt is kiszoktam emelni, hogy édesapámnak ugye a taktaközi úthálózatnak a felújítása volt a másik szívügye, és az, hogy már 25 kilométeret megújult ez a szerencs Tokaj félkörében, azt igazából ő készítette elő, és hát a hiányzó útszakasz Szerencsig is most tavasszal fel fog újulni, illetve hát még Tokajból kimaradt, vagy Tokajban kimaradt egy kilométeres szakasz, és az is folyamatban van. Szóval ez 32 kilométer, ez 14 kilométer, ez hihetetlen, szóval az egész taktaközi úthálózatot most próbáljuk felújítani, és ugye emellett van a Magyar Falu program, amely pedig az 5000 fő alatti településeket segíti, és hát gyakorlatilag abban is a belterületi útszakaszokat fel tudják újítani az önkormányzatok, de ha már a Taktaközről beszélünk, ugye Tiszalúc nem 5000 fő alatti, az egy nagyobb település, és ott pedig egyedi kormányzati döntés született arról, hogy egy 150 millió forintos keretben útfelújítás lesz. Tehát tényleg az egész Taktaközben most utakat újítunk fel, és én nagyon-nagyon örülök. Szilvai József Attila, a Magyar Közút Nonprofit ZRT igazgatója elmondta azt, hogy a híd rendbetétele 6 hónapot vesz majd igénybe, amelyet félpályás lezárás mellett végeznek. Az is elhangzott, mert ez egy teljes körű felújítás lesz, itt a főtartó is megújul, a szigetelések, a szegélyek, a korlátok, gyakorlatilag minden jelentős szerkezeti eleme ennek a hídnak. Ez egy komoly szakértelmet igénylő munka, és hát örülünk, hogy olyan kivitelező nyert el, aki már nem az első hídját csinálja, és azt gondolom, hogy ez alatt a szűk 6 hónap alatt azt a kis türelmet kérve utána eredményként azt fogjuk kapni, hogy egy gyönyörű szép híd lesz itt, ami hosszú ideig ismét fogja tudni szolgálni a közlekedőket. És hát ugye a híd az
mondhatjuk azt, hogy igen, ez egy fontos lépés ebben a felújítási dömpingben, de én is azt gondolom, hogy egy csodálatos dolog az, hogy ez a útszakasz megújulhatott. Mikor én megyei igazgató lettem 2010-ben, és ugye ennél kicsit régebben vagyok, én is közutas, és Tamás akkor felújítási osztályvezetőként dolgozott, és ugye, hogyha jártunk így körbe-körbe a megyében, hát sokszor fogtuk a fejünket, hogy úristen, hát ez mikor lesz kész, vagy mikor lehet ezekből a utakból, hát ilyen sok kilométert, ilyen rossz állapotban, ki tudja, mikor lesz ebből valami. És hát 12 év sem kis idő, de itt állunk, és olyan dolgok történnek velünk, amit amúgy ugye mondják, hogy jót könnyű megszokni. Szóval gyakorlatilag már meg is szoktuk azt, hogy évente nagyon-nagyon-nagyon sok új úton tudunk közlekedni, megújulnak utak, újak épülnek, kétszer-két sávosítás folyik. Szóval maga egy csoda ez. A tervek szerint a híd megújítása 6 hónapot vesz majd igénybe, addig pedig fél pályán jelzőlámpás irányítás mellett haladhat a forgalom. Tarcalon az önkormányzat, az egyház és a civilek összefogásával nyújtanak segítséget az ukrán-orosz háborúból menekülőknek. Ezen felül március 9-én Angliából is érkezett egy kis busznyi adomány a bajba jutottak megsegítésére. Az orosz-ukrán háború kitörése után a határon túlról folyamatosan érkeztek a menekültek a határmenti segítségpontokra. Azok a bajba jutottak, akik nem tudták, hogy hová menjenek, nekik az egyházak és az önkormányzatok nyújtottak menedéket. Tarcalra a Mária házba 22 háború elől menekülő anyát és gyermekét helyezték el. A helyi civilek, vállalkozók és az önkormányzat összefogásával segítenek a háború elől menekülőknek. Emellett gyerekruhák, játékok, tisztálkodási és higiénés eszközök, gyógyszerek és tartós élelmiszerek kerültek a dobozokba, amelyet önkéntesek felajánlott kis busszal hoztak el március 9-én este Tarcalra. Az önkormányzat, a helyi vállalkozók is segítettek a menekült családoknak, amiben csak tudtak. 4 családról van szó. Az egyik családban van egy 7 hónapos terhes kismama, van 2 7 hónapos gyermek a menekültek között, van másfél éves gyermek, és 7, 8, 15, 18, 23 éves kor, tehát vegyes maga az összetétel a gyerekeknek, ahogy mondtam is, 4 családról van szó. Megpróbáljuk, a férfiak már érdeklődnek munka után, tehát lenne is munka lehetőség, a papírokat intézik most már nekik, hiszen csak 4 férfinak és 1 hölgynek van kettős állampolgársága, a honosítás többüknél már folyamatban van ezeknek a menekülteknek. És én kitettem a Facebook oldalamra, hogy szeretnénk kérni a helyi vállalkozók segítségét és lakosok segítségét, úgy, mint szálláshely biztosításában, és úgy, mint az élelmezésükben ezeknek a menekülteknek. Több vállalkozó is bejelentkezett, az andrási rezidencia is nagyon aranyos volt, hiszen azt mondták, hogy 15 napon keresztül az étkezés menekültkeztetésüket ők biztosítják, utána pedig az önkormányzatunk fogja. Ezen kívül a helyi boltosok is, hideg élelemtől kezdve pelenka, amire szükségük, higiéniai termékekre felajánlották, a zöldséges sötön, krumplit, hagymát, tehát tényleg annyira nagy összefogás van a településen, hogy én is meglepődtem rajta, hogy az emberek bizony, hogyha olyan helyzetbe kerülnek, akkor igenis megmozdulnak és segítenek a másiknak. És itt jött be az a dolog, hogy a bátyámnak a lánya, tehát az unokahúgom Angliában él, és meglepődtem, mikor írt nekem a Facebookon, hogy ő is olvasta ezt a felhívást, és nagyon sok ismerőse, barátja, angolok érdeklődtek, hogy tudnának ők is segíteni nekünk. Természetesen pénzben nem, mert azért sok szélhámos van a mai világban, de azt mondták, hogy már gyűjtik az adományokat, és egy héttel, vagy pár nappal után, 2-3 nappal, amikor már felvettük a kapcsolatot, írt, hogy már megvan az első kocsira való élelmiszer, ruha, gyógyszer, játék, gyermekeknek pelenka, fogkefe, fogkrém, egy hatalmas kocsival hoztak településünkre, éppen tegnap este értek ide, hétfőn este ültek kocsira, tegnap este értek ide ezzel a felajánlott csomaggal,
Butta László polgármester unokahúga több mint 10 esztendeje Angliában él, azonban a közösségi oldalon látta rokona felhívását, hogy az orosz-ukrán háborúból menekült anyáknak és gyerekeknek gyűjtenek adományokat, akik a tarcali Mária házban lettek elszállásolva. Andrea Gray nem sokat tétlenkedett, és lakóhelyén azonnal gyűjtésbe kezdett. Lacibá, hogyha ő kér valamit, akkor annak van egy alapja, hogy az tényleg kell nagyon, úgyhogy felvettem vele a kapcsolatot, megkérdeztem, hogy mi kell, hogy kell, és elkezdtem gyűjteni. Megkérdeztem a munkahelyemet, hogy egy néhány ilyenek nagyobb dobozt el tudnánk-e küldeni, és ők ingyért elküldték volna. 4 órával később már annyi adományunk volt, hogy kell egy kis teherautó. Néhány óra múlva volt egy sofőrünk, aki jelentkezett, hogy önkéntesként levezett. Néhány óra múlva lett egy kis teherautó, ami föl lett ajánlva egy helyi vállalkozó, hogy ingyért a részünkre bocsátja, és még 2, hogyha kell, akkor, tehát összesen 3. Még 4 sofőr jött elő, hogy ők ingyért lehozzák szabadidejükben a benzint Angliába az üzemanyagkártyán, a cég üzemanyagkártyáján tudjuk megvenni, tehát nem kerül semmibe. Eszméletlen, hogy milyen szinten jöttek össze az emberek, és 2 nap alatt ugyanennyi, vagy még több, ami van. És annyi kell, hogy egy lista, hogy mi kell pontosan, és mi ezt össze tudjuk gyűjteni, mert az emberek csak adományoznak. Volt olyan, hogy egy kislány zseppénzéből vett egy kifestőt, és behozta, hogy ezt ide küldi. Ilyen szinten. Van mentősök, akik kint dolgoznak, kaptam egy üzenetet tegnap, hogyha a határ környékén kell egészségügyi ellátás, egy csapat tud jönni. Az összegyűjtött adományokból a tarcalon elszállásolt menekültek kapnak, azonban a megmaradt dolgokat az önkormányzat tovább szállítja a kijelölt gyűjtőpontokra, ahonnan azok a megfelelő helyre kerülnek majd. Vándor kiállításnak ad otthont a Medgyaszói Művelődési Ház. A Centrópa Egyesület jóvoltából érkezett a településre ez a különleges tárlat, amelyet a Medgyaszói Mészáros Lőrinc általános iskola diákjai mutattak be az érdeklődőknek március 16-án. Vándor kiállítás érkezett a Medgyaszói Mészáros Lőrinc általános iskola jóvoltából a községbe. Az ünnepélyes megnyitón Hajdú Istvánné polgármester köszöntötte a jelenlévőket, majd beszédében kiemelte azt, hogy a Történetek egy családi albumból című kiállítás 8 téma köré rendezve, archív képek és személyes interjúk felhasználásával mutat be a múlt század zsidóságára jellemző életképeket. Hozzátette, hogy a kiállítás különlegességét az adja, hogy hétköznapi emberekről szól, akik akár a szomszédaink is lehetnének. Pékekről, gyári munkásokról, tanárokról, ápolónőkről. Magával ragadó történeteket láthatunk gyermekkorról, iskolás évekről, szerelemről, házasságról, gyermekvállalásról, és arról, kinek-kinek hogyan sikerült túlélnie a holokauszt borzalmait, miként tudta újrakezdeni az életét, emelte ki a település polgármestere. Vince Szabolcs, a helyi általános iskola igazgatója, virágcsokorral mondott köszönetet Hajdú Istvánné polgármesternek, hogy helyet biztosított az érdekes tárlatnak. Az igazgató szólt arról, hogy a Szerencsi Tankerület iskoláinak is lehetőséget biztosítanak arra, hogy diákjaik is megtekinthessék ezt a különleges kiállítást. Azért is került ide ez a kiállítás az alapítvány segítségével, mert mi is hasonlóképpen gondoltuk azt, hogy a gyerekeknek ne csak a történelemkönyvekből tanítsuk meg a zsidóság történetét, vagy épp annak a korszaknak az eseményeit, mert az egy száraz tulajdonképpen tananyag, ezt viszont a saját élményen keresztül tudják megtanulni. Itt volt az alapítványnak 2 kolléganője, akik segítettek nekik ebben ilyen, hát egy kicsit önismereti tréning jelleggel, ahol elsajátították magát a paravánokról az információt, illetve nagyon sok olyan információhoz juthattak, amit egyébként nem kaphattak volna meg erről az életútról, vagy ezekről a családi eseményekről. Azt gondolom, hogy azért fontos ez nagyon, hogy ezek a gyerekek, akik ezt megtanulták, ahogy néhány paraván előtt hallgattam őket, hogy beszéltek róla élmény szinten, hogy ezt tovább tudják adni a társaiknak. És ez óriási lehetőség, és így szeretném megragadni megint az alkalmat, hogy
tankerigazgató úrnak is megköszönjem a lehetőséget, hogy nem csak a mi iskolánk tanulói láthatják meg a kiállítást, hanem a Szerencsés Tankerek az összes iskolája, akik igénylik, eljöhetnek. Igazgató úr felajánlotta a segítséget, hogy el tudja őket hozni, és nekik is ugyanúgy bemutathatják a mi diákjaink ezeket a nagyszerű anyagokat. Bízva abban, hogy egy kicsit formálhatjuk az ő gondolkodásokat a jó irányba, hogy kicsit közelebb kerüljenek ehhez a témához, ne legyen úgymond tabu ez a téma, hogy lehessen róla beszélni, hogy ők is ugyanolyan hétköznapi emberek, nekik is voltak életeseményeik a szabadidőtől, a katonaságig, a minden keresztül, és hogy ez mennyire más, ahogy ezek a gyerekek már most itt beszélgetnek róla, mennyivel más őket hallgatni tényleg élmény szinten. Az ötletgazda Holopce Péter tanár úr volt, akit ki kell, hogy emeljek, ő olyan történelmi szakos pedagógus, aki hát ilyen kutatótanár is egyben, idézőjelben kutatótanár, úgy értve, hogy nagyon szereti a különböző korszakokat kutatni, levéltárban dolgozott korábban, tehát nem már tőle távol ez a dolog. És hát ő van kapcsolatban ezzel az alapítvánnyal, ahol is ez az országos vándorkiállítás, ami tulajdonképpen az országos szintű nagyvárosokban került eddig, ha jól tudom, kiállításra, felvette velük a kapcsolatot, és hát ők nagy örömmel vették, hogy mi is szeretnénk, hogy legyen itt Meggyeszón egy ilyen. A Meggyeszói Mészáros Lőrinc általános iskola 8. osztályos tanulója, Kádás Zsófia örömmel vett részt a felkészítésen, majd saját élményeit beleszőve mutatta be a kiállítás munkáról szóló tábláit az érdeklődőknek. Igazából ugye 5-től mi már történelmet tanulunk, és ott beszéltünk eléggé ritkán, viszont beszéltünk a zsidókról. És tanár úr 2 héttel ezelőtt megkeresett, hogy figyú Zsófi, lenne egy ilyen dolog, és hogy részt vennék-e benne. Mondom, persze, miért is, ne csináljuk. Előző hét csütörtök környékén két nő, aki a Centrópanál dolgozik, az alapítványnál, aki ezt a kiállítást csinálja, szervezi, ők eljöttek és tartottak nekünk egy úgymond képzést. Igazából többen vagyunk, de most ennyien tudtunk így eljönni. És én kaptam a munkapanelt, és igazából nagyon örülök neki, hogy így benne lettem, és így beszélhetek, mert szeretek, az az igazság, hogy szeretek. Igazából a mai világban már kicsit modernebb helyeken dolgoznak az emberek. Itt például dolgozhattak a Varrodában, ami most már nagyon ritka, hogyha valaki csoportban dolgozik, vagy bárhol. Igazából ilyen traktorokat sose láttam még, ugye a mai világban már teljesen máshogy néz ki, ugye a mezőgazdaság is teljesen más, és így minden. A hatalmas családi fotóalbumot lapozgatva mosolyogtató vagy elszomorító, szívmelengető vagy torokszorító történetek tárulnak a tárlat látogatói elé. Március 8-án a nőket ünnepeljük világszerte. A gyakran gyengébbik nemként titulált hölgyek társadalmi és család összetartó erejéről, a vezetőként betöltött szerepéről beszélgettem Körei László mentálhigiénész szakemberrel és a Nyíregyházi Egyetem mentálhigiénés központ vezetőjével tabuk nélkül. Az egészségfejlesztő mentálhigiénés szakemberként meg emberként, férfiként is így gondolom, hogy nem csak ezen az egy napon kell egy kitüntetett figyelmet adni a hölgyek számára, hanem az év 365 napját a maga teljességében, a maga sokszínűségében, sokoldalúságában megélve, és a kölcsönösséget, a kölcsönös tiszteletet, a kölcsönös megértést adva hölgy és férfi egymásnak társaiként megélve és átélve. Sokszor látjuk azt, hogy a nőnap az a megállás vagy a rohanás időszaka. Megállás abban az esetben, hogy el tudjuk mondani a párunknak, az anyukánknak, a nagymamánknak, a lánytestvéreknek, a női munkatársaknak, hogy köszönjük szépen, hogy itt vannak a mi életünkben, de hogyha azt nézzük, akkor ez egy egocentrikus nézőpont, mert mindig a férfi nézőpontjából szól. Én a másik oldalt is nagyon szeretem meghallgatni, a női oldalt, hogy ők mit éreznek. És azt látom, hogy nagyon sok férfi ilyenkor vezekel. A 364 nap sokszor negleségéért, érzéketlenségéért, lehet a nem legkiforrottabb kommunikációs technikákért, a visszajelzés hiányáért, stb. És mindig azt szoktam tanácsolni a férfi kollégáknak, hogy mindegy párkapcsolatban, mindegy családi életben ez a fajta kölcsönösség, az emberi életbe, az emberi értékekbe vetett hit, ez nagyon fontos. Ez ott kell, hogy legyen az év minden napján,
Nem lehet ott minden nap magas hőfokon természetesen, mert tudjuk, hogy nagyon sok társadalmi szerepet megvalósítunk, hölgyek is, férfiak is. Egyszerre vagyunk férfi nézőpontból, vagyok valakinek a, hál' Istennek, még unokája, gyermek, pár, egyetemi oktató, valahol tréner, valahol szakértő, valahol egy barát, valahol egy fele barát. Tehát nagyon-nagyon sok társadalmi szerepünk van a nőknél is. Anya, feleség, munkahelyi erőviszonyoknál, középvezető, stb. Vagy éppen beosztott. Ez így van teljesen rendjén. És a szerep az egy személytelen társas forma is egyben. Nekünk viszont az emberi viszonyainkban a személyességre és a kölcsönösségre kell, hogy épüljön az a harmónia, amit a nőnapkor igyekszünk megadni, és sokszor egy szál virágban, vagy egy csokoládéban, vagy egy könyvben ott van igaz a szeretetünk, ott van a jóságunk, ott van a megbecsülésünk, de ott van sokszor a bocsánatkérésünk, ott van a olykor manipulatív stratégiánk, hát valljuk be őszintén. Ott van a számításunk. És ha valaki, akkor ti es nők, meg is érzitek. Én ezt szoktam mondani mindenkinek nagyon őszintén, hogy ezt megérzi a másik. Megérzi, hogy mit akarsz, megérzi, hogy mit szeretnél, és a legfontosabb az, hogy önmagadat add. Ez tényleg így is van, és nagyon sok nővel beszélgettem már itt az utóbbi mondjuk 3-4 évben arról, hogy kellett nekünk ez a nagy egyenjogúság, azért nagyon sokszor fölteszik a kérdést, amikor jön egy-két olyan probléma, hogy otthon is vannak megoldandó helyzetek, a munkahelyen is vannak megoldandó helyzetek, vannak konfliktusok, és olyankor azért előjön a hölgyekből az, hogy kellett ez nekünk, hogy dolgozzunk is, háztartást vezessünk, gyereket neveljünk, a szüleinket is segítsük, tehát hogy ebben a 19. században, amikor ugye tényleg jött a választójog is, és jöttek az olyan dolgok, amikor már mi is úgy érezhettük, hogy vagyunk valakik, és nem csak otthon a háztartást vezetjük, és a családot tartjuk össze. Kellett ez nekünk? Mi, ha azt mondjuk magyar nézőpontból, ez nem egy egyoszlatú társadalom. Tehát itt nagyon sokan, nagyon sokféleképpen gondolkodnak a nők, férfiak szerepéről, helyzetéről. Van, aki azt mondja, hogy a teljes egyenjogúság is az létezik, van, aki azt mondja, hogy azért megvan az a fajta hierarchia, meg van az a fajta, hát ez a macho világ, vagy macho társadalom, és a nők ezt nem nagyon akarják meghaladni. Én a kettő között vagyok. Én azt mondom, hogy reálisan kell szemlélni, mindenki legyen az, ami lenni akar, valósítsa meg azt a szerepét, ami számára nagyon fontos, és másoknak jót tesz, és közben ebben a helyzetben tudjon önmaga élni. Megtalálja a boldogságot azzal, akivel szeretné, olyan formában, amilyenben egyrészt a társadalmi konvenciók is lehetővé teszik, másrészt pedig az egyéni boldogulásnak a megélése. Ebben én nagyon nagy szabadságot szeretnék adni az egyénnek, és én nagyon örülök annak, hogy sok nővel dolgozhatok együtt. Itt a Tokaji Egészségfejlesztő Központban, illetve a főállásomon a Nyíregyházi Egyetemen, ahol két női vezetőnk van, két kiváló női vezető, Vasné professzor dr. Figula Erika rektorasszony és Halkóné dr. Rudolf Éva kancellárasszony. Mind a ketten ismert, elismert szakemberei a saját területüknek, és nagyon erős vezetők, nagyon nagy szenzitivitással, és amikor kell, kellő határozottsággal, keménységgel. Itt pedig a mi intézményünkben dr. Szentesiné, dr. Sallai Zsuzsanna személyében egy olyan nőt látok, aki egy nagyon erős nő, egy nagyon határozott, egy nagyon jó vezetőnek tartom, és egy olyan vezető, aki látja a valóságot, és nagyon sok mindenkinek példát is tud mutatni. Személy szerint ugye 2 éve vagyok itt, én nagyon sokat köszönhetek neki is, és nagyon sok jót láttam, hogy hogyan lehet egy szervezetet irányítani, az emberi viszonyok között igazságot tenni, mindig a megoldást keresni. Ezek azért jó példák, és nekem nagyon sok jó példám van női vezetőből. Az édesanyám is ilyen, aki a családban egy nagyon oszlopos karakterszemélyiség volt mindig. Ő védőnő, 3 hölgy dolgozik együtt,
őket is ugye folyamatosan menedzselni, együttműködni, engem kisfiúként is megtanítani sok mindenre, lebeszélni néhány dologról, keretek közé tartani, korlátok közé, meg az az aggódó anyai szív, ami 34 éve ott abban, anya-gyerek viszonyban az nagyon sokat jelent nekem is, amikor erről gondolkodok. És jó példáját látom annak, hogy akkor egészséges egy szervezeti működés, egy munkahelyi viszony, egy emberi viszony, ha abban nők és férfiak vegyesen vannak. Igen. El tudják fogadni a férfiak azt, amikor a nők mondjuk ilyen vezető szerepekbe kerülnek, vagy akár mondjuk egy munkahelyen több férfi dolgozik, és mondjuk egy női vezető van? Egy férfiként a nagyon sok közül én magam nem csak, hogy elfogadom, kimondottan preferálom, és értékelem, és tisztelem, viszont tudom nagyon jól, hogy vannak olyan himsovinista kollégák, akik hát ezt elképzelhetetlennek tartják. Sajnos van, aki mai napig 21. században mond olyat, hogy a fakanál mellett a helyük, meg nekik csak a biológiai reprodukció, meg ilyen-olyan funkciók jutottak, meg a pénz verve az asszony ütve jó, tehát ezek elég civilizálatlan kijelentések, kifejezések. Én magam, amikor társaságban ilyet hallok, akár valaki henceg róla vagy beszél, oda szoktam szólni. A női nem tiszteletében, a nők védelmében, és a férfi igényesség és a férfi kultúra nevében ki szoktam magamnak kérni, hogy valaki társaságban ilyet mondjon. Tisztelem azt, hogyha valaki másként gondolkodik, de én azt gondolom, hogy ma Magyarország egy olyan hely, ahol nagyon sok női vezető van, ennek van létjogosultsága, és hát ugye látjuk nagyon jól, hogy magas állami, meg céges pozíciókat is be tudnak tölteni a nők, és nagyon sokszor ebben a tudás, a motiváció, a kompetenciák, a küzdeni akarás, a teljesítmény jó hatásfokkal összeadódik, és én akkor büszke vagyok rá. Két dolgot látok még. Az egyik az elnői esedés, a másik meg az elférfiasodás. És erről sokszor szoktunk beszélni kamaszokkal, felsoktatásban egyetemi hallgatóimmal, hogy miért van az tanár úr, hogy meg szeretném hódítani, és háromszor keményebb, mint egy férfi. Vagy mondja egy kislány, hogy tanár úr, hát a mai fiatalok jelentős része olyan femén. Bőgatyánba járnak, nőiesen viselkednek, hogy is van ez? Nagyon sokszor átalakulnak ugye ezek a klasszikus nemi szerepek, és ezt a fiatalok is látják. Ugye nem az identitásról akarok én itt beszélni, hogy ez ki hogy éli meg, ez egy nagyon szenzitív kérdéskör, és én abszolút magánügynek tartom ezt. Onnantól már közügy, hogy ki hogyan vetíti ezt ki. Viszont látni akarnak az emberek valamit a másik nemben. A nő sokszor erőt, támaszt és biztonságot akar látni egy férfiban. A férfi egy nőben sokszor gyengétséget, szolidaritást, tüzet és egyszerre sok mindent. Ez nem mindig működik. Örülünk annak, hogy sok házasság kötetik Magyarországon, meg ugye itt a demográfiai folyamatok kezdik utolérni magukat, de azt is látjuk, hogy nagyon sok házasság válossal végződik. Statisztikailag ez kimutatható, azt is látjuk, hogy sokszor nincsenek átgondolva a párkapcsolatok, és én mindig mindenkit arra buzdítok, hogy ne pusztán közgazdasági viszonyok mentén, meg érdekviszonyok mentén szemléljék egymásra, hanem érzéssel, és talán ekkor tudjuk ezt a nőnapot megtölteni valódi progresszióval, valódi tűzzel, valódi élménnyel, hogyha az egyén keressük. Ha azt keressük, aki úgy érezzük, hogy nem a tárgyunk, hanem a nagyon fontos kapcsolódási pontunk, a részünk. És akivel én is szívesen összekapcsolódnék, akivel testi, lelki, szellemi és spirituális szinten is egy rezgés irányába megyünk. Én ezt kívánom így mindenkinek a nőnap környékén, hogy ezt értékelje nőként és férfiként, és hogy hogyan tud magas frekvenciával, magas szellemisíkon kapcsolódni a másikhoz, mert ez a tartós boldogságnak a lényege, a kapcsolódás.
Az Abaúj-Zempléni térség hulladék gazdálkodási központban március 22-én három megvalósult projektet adtak át, amelyen megkönnyítik a dolgozók munkáját és megőrzik a válogatás előtt álló hulladék minőségét is az újrahasznosításhoz. A beruházásokat Hercsik István, a Zempléni Hulladékkezelési Közszolgáltató Kft. Ügyvezetője, Aros János, az Abaúj-Zempléni Szilárd Hulladék Gazdálkodási Önkormányzati Társulás elnöke, Kont Zsófia országgyűlési képviselő és Hörcsik Rihárd országgyűlési képviselő adta át. A Bodrog Keresztúrban található Abaúj-Zemplén térség hulladék gazdálkodási központban ünnepélyes keretek között adtak át három különböző létesítmény. A résztvevőket Aros János, a társulás elnöke üdvözölte, majd Hercsik István, a Zempléni Hulladékkezelési Közszolgáltató Kft. Ügyvezetője mutatta be a fejlesztéseket. Kialakítottak egy betonozott tárolóplacot, egy tárolószint a betonburkolatú támfallal ellátott manipulációs területre, valamint egy manipulációs teret is. Az egy szerencsés helyzet Zemplén és Abaúj térségében, hogy a hulladékgazdálkodás, a környezetvédelem kérdésében abszolút konszenzus van, tehát soha nem tapasztaltam, pedig ugye 145 önkormányzat tartozik az EHK szolgáltatási területéhez, ami az egy nagy szám, ugye a megyének majdnem a fele egyébként darabra. Soha nem tapasztaltam ebben a kérdésben széthúzást, vagy ilyen aktuál politizálást, tehát ebben nagyon nagy egység van, ez nagyon jó. Ez nekem nagyon jó, mert így könnyű dolgozni, ugye? Tehát nem kell mindenféle szakmaiatlan szempontokhoz alkalmazkodni. Az, hogy sok az átadás, hát én is nagyon örülök neki, mert ezek az átadások mindig én és a kollégáim munkáját könnyítik meg. Való igaz, hogy a hulladékgazdálkodás Zemplénben talán még inkább precízebben kell, hogy elvégezzük, mint bárhol máshol. Ugye itt azért a világörökség részét képező szőlész-borász terület közepén kell egy hulladékgazdálkodási létesítményt üzemeltetni mindenki megelégedésére. Tehát én azt gondolom, és hál' Istennek azt is tapasztalom, hogy ez a hulladékgazdálkodási létesítmény e tekintetben egyébként példaértékű. Most az, hogy ugye miért kellenek a mai beruházások. A hulladékgazdálkodást tulajdonképpen leegyszerűsítve három elemre lehetne bontani, az, ami foglalkozunk. Ugye van a logisztikai rész, a gyűjtés, szállítás, mert a lakostól valahogy be kell kerülni a hulladék. Van egy válogatás, feldolgozás, ami ugye azt biztosítja, hogy a vegyes sem bekerül hulladékból valamilyen hasznosítható anyag legyen, és van az ezt kiszolgáló telepi infrastruktúra, ez egy kicsit ilyen szakkifejezés, de így hívjuk, ami bármennyire is hihetetlen, egyrészt borzasztó fontos, másrészt ugyanakkor a tétel beruházás tekintetében is, mint a másik kettő. Tehát tulajdonképpen egy harmad. Tehát ez mindenféle tárolóépületek, betonplacok, utak, stb. Ez ugyanolyan sok milliárd forintba kerül, mint maga a logisztikai eszközpark, és mint maga a válogatómű, és ennek most egy részét sikerült megvalósítani, mint egy 700 millió forint összegben, aminek nagyon örülünk, mert meg fogja könnyíteni a munkánkat. Ezekkel az átadott beruházásokkal nem értek véget a Bodrog-Keresztúri hulladék központban a fejlesztések. Mindig fejlesztünk. Egy pillanatnyilag 2,4 milliárd forintnyi fejlesztés van előkészítésben, és amelyből, ha jól kalkulálok fejbe, egy 600 millió forintot az idén már meg is tudunk valósítani. A többi az úgy gondolom, hogy 2023-24-es évben valósulhat majd meg. A következő fejlesztés egyébként ezen a telephelyen az további ilyen infrastruktúrális fejlesztés, a beérkező szelektív hulladék, ott szeretnénk ugyanígy egy csarnok alatt fogadni, és nem a szabad égen, mielőtt bekerül a feldolgozóba. Ez is nagyon fontos lenne a minőségromlás elkerülése érdekében. Ezt szeretnénk még az idén megvalósítani. Kont Zsófia országgyűlési képviselő is részt vett az átadó ünnepségen, aki beszédében kiemelte, hogy nagyon fontos a hulladék újrahasznosítása, és ezzel együtt a fenntarthatóság fejlesztése is. Az országgyűlési képviselő örömét fejezte ki, hogy ez a három elemből álló projekt megvalósulhatott, hiszen a hulladék gazdálkodás is folyamatos innovációra épül. Egy teljesen új tárolószín
jött létre, ahol most is állunk, és hát ez nagyon fontos a tárolás szempontjából, illetve hát folyamatosan fejleszt a társulás az EHK, és hát én is nagyon örülök annak, hogy nem csak itt a központon fejleszt, hanem új dolgok jönnek létre itt Abaúj-Zemplénben is, hiszen például Tiszalúcon ugye új hulladékudvar alapkövét tettük le, és én azt gondolom, hogy ez egy nagyon nagy előrelépés a település számára és a környék számára is, úgyhogy alapvetően a társulás és az EHK más településeken is fejleszt. És ehhez kapcsolódik hozzá az újrahasználati központ, amit elindított Szerencsén, ugye ezt tovább szeretné majd fejleszteni, úgyhogy én nagyon örülök annak, hogy az elmúlt időszakban rengeteg ilyen fejlesztés valósult meg, és hát nyilván mi nagyon nagy hangsúlyt helyezünk a környezettudatosságra, és fontosnak tartjuk a természetünket, hát egy csodálatos, gyönyörű helyre születtünk, és szerintem pont amikor ennyi turisztikai fejlesztés érkezik ide a térségünkbe, akkor ez nagyon-nagyon fontos, hogy a környezettudatosság is rendben legyen, meg óvjuk, őrizzük a természetünket. Hörcsik Richárd országgyűlési képviselő szólt arról, hogy régi vágya a térségben élőknek, hogy zöldé hulladékmentessé tegyék Zemplént és Abaújt, hiszen ezeket a természeti értékeket meg kell őriznünk az utánunk következő generációknak. Elhangzott az, hogy a környezetvédelemmel kapcsolatos tudatformálás nagyon fontos, amely a polgármesterek és a szülők feladata is. Hörcsik Richárd kiemelte, hogy a Bodrog a miénk, és tegyünk azért, hogy tiszta maradjon, és élhető a minket körülvevő természet. A beruházásokat Hercsik István, a Zempléni Hulladékkezelési Közszolgáltató Kft. Ügyvezetője, Aros János, az Abaúj-Zempléni Szilárd Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás elnöke, Kont Zsófia országgyűlési képviselő és Hörcsik Richárd országgyűlési képviselő adta át. A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Sakkszövetség és Tarcal község önkormányzata 8. alkalommal március 10 és 14 között rendezte meg a Tarcal Open nemzetközi egyéni sakkversenyt. A verseny célja a FIDE élőpont szerzés és a sport népszerűsítése volt. Tarcalon a hatputtonyos borfalu nagy termébe várták a sakk iránt elkötelezett versenyzőket, hiszen 8. alkalommal rendezték meg a településen a Tarcal Open nemzetközi sakkversenyt. Galkó Tibor, a megyei sakkszövetség főtitkára köszöntötte a 31 nevezőt, akik sakkasztalhoz ültek. Idén kevesebben vesznek részt a megmérettetésen, hiszen a környező országokból nem érkeztek versenyzők az orosz-ukrán háború miatt. Sok tényező miatt, igen, az ukrán-orosz válság miatt, ugye, nevezzem így, az ukrán játékosok ugye nem tudnak jönni, nem engedik át őket 18-60 éves korig, és ugye hát nyilván a lengyelek, szlovákok, románok szoktak még lenni, ők sem nagyon. Most volt Török-Szent Miklóson is a múlt héten 95 fős nemzetközi verseny, egyetlen egy külföldi nem volt. Tehát ez nagyon rányomja a bélyegét a dolgokra, illetve most, hogy a pandémiából szabadulunk, itt a közelben Berekfürdön is van egy verseny, illetve Budapesten egy nemzetközi kétnapos rapid verseny is van. Hát főleg ezek játszanak bele. Igazolt játékosnak kell lenni, rendelkezni kell FIDE azonosítóval, ugye a FIDE az a Nemzetközi Sakkszövetség. Éves versenyengedélynek meg kell legyen, 2022-es, mert sokan ki se váltották, ugye, mert nem volt csapatbajnokság, de most már ugye van. És A-B csoport van itt is, a B csoportosoknak elég, ha 2000 alatt élőjük van, élőpontszámuk, az A-soknak 1700 felettieknek kell lenni, itt van egy 300-as átfedés, azt azért csináltuk, hogy aki úgy van a 300 közötti élővel, az eldönthesse, hogy a nagyobb csoportba vagy a kisebbbe megy. A megyei sakkszövetség titkára kiemelte, hogy a pandémia idején a gyerekek és a fiatalok online edzéseken vettek részt, amelynek hatására nagyon megerősödtek. A fiatalok nagyon érdekes módon, vagyis hát annyira nem is, mert ugye számítógéppel foglalkoznak, és most a pandémia alatt még jobban, hát hogy az oktatás is az iskolában számítógéppel történt online módon, és a sakk az nagyon internetes sportág. Voltak is versenyek nemzetközi szinten is, és ugye még a pandémia alatt a felnőttek nyilván dolgoztak a pénzért, ugye, a gyerekeknek több szabadidők volt, és az edzések is online módon történtek. Nagyon megerősödtek,
nagyon-nagyon sokat játszanak, tehát nem csak más játékokkal, a sakkal is, és nagyon megerősödtek, és ennek ellenére ugye versenyek viszont nem voltak, mert be voltak zárva a versenytermek, művelődési házak, stb. Tehát ez egyetlen sportág, ami a pandémia miatt még a csapatbajnokságok is elmaradtak a legnagyobb szinten is. És emiatt, hogy a tudásuk megnőtt a fiataloknak, az élő pontszámuk viszont nem nőtt, mert nem voltak versenyek, a felnőttek viszont aránylag ott maradtak, ahol voltak, tisztelt a kivételnek, ezért sikerélményük is online versenyek voltak, ott megnövekedtek a fiataloknak, és bizony ez azt eredményezte, hogy nagyon népszerű lett a sikerélmények miatt is a gyerekeknek a sakkhoz való hozzáállásuk, és a versenyekben is bizony nagyon-nagyon verik mostanában az idősebb játékosokat, nem kell itt nagyon idősre gondolni, a felnőtteket, tehát már a 25-től felfelé. És amúgy is egy felfelé menő ágba volt a sakk népszerűségben. Butta László polgármester is üdvözölte a megjelenteket, majd örömét fejezte ki, hogy meg tudták rendezni ezt a 4 napos megmérettetést, hiszen a játszmák szüneteiben a résztvevők megismerhetik a település épített és természeti értékeit, és a verseny után is visszatérhetnek a településre kirándulni. A megmérettetés célja FIDE élőpont szerzése és a sport népszerűsítése volt. A játékosok nagy lelkesedéssel játszották a mérkőzéseket a sakktáblánál. Az SVSF felnőtt férfi kosárlabda csapata március 17-én játszotta a megyei bajnokság soron következő mérkőzését a Miskolci Egyetem csapata ellen a Hunyadi Sportcsarnokban. Andrész Tamás edző elmondta azt, hogy az ellenfélről az előzetes eredmények alapján azt tudták, hogy nem a legerősebb csapat a bajnokságban. A tréner kiemelte azt, hogy a MEAFC gárdája 5 játékossal érkezett meg a találkozóra, ami a minimális létszám ahhoz, hogy a mérkőzést lejátszhassák, így nehéz volt a MEAFC csapatát komolyan venni. A meccsen mindenki játék lehetőséget kapott, különösen a fiatalok, akiknek ez jó felkészülésnek bizonyult a további mérkőzésekre. Andrész Tamás elmondta, hogy az elején döcögött a szerencsi fiúk támadó játéka, azonban ezután magára talált a gárda, és a mérkőzés végére 108 pontot dobtak. A hazai együttes védekezése nem működött kifejezetten jól, ugyanis 61 pontot kaptak az ellenféltől. Ezeket a hibákat az edzéseken javítják majd. SVSE Miskolci Egyetem kosárlabda mérkőzés 108-61-es szerencsi győzelemmel ért véget. Az Országos Meteorológiai Szolgálat Miskolci veszélyjelzői szolgáltató iroda tájékoztatása szerint hétfőn napos időre számíthatunk gomoly felhőkkel, kevés fátyol felhővel. Csapadék nem valószínű. Kedden változóan majd nagyrészt erősen felhős lesz az ég. Helyenként valószínű kisebb esőzápor. A délnyugati, nyugati szél megélénkül, néhol megerősödik. Szerdán nagyrészt közepesen vagy erősen felhős lesz az ég. Szórványosan előfordulhat eső, záporeső. Reggelre általában -2 fokig csökken a hőmérséklet, napközben +20 fokra emelkedik. A térségben melegfronti hatásra kell számítani. Tisztelt nézőink, a Globo Televízió heti közéleti műsorát, a Globo magazint látták. Új adással legközelebb április 3-án várjuk Önöket. Címünk 3900 Szerencs, Rákóczi út 43 szám. Telefonszámunk 47-es körzet 361-156. E-mail címünk szerkesztőség@globotv.hu. Elérhetőségeinken várjuk észrevételeiket, kérdéseiket, javaslataikat. Honlapunkon a globotv.hu-n a hét minden napján olvashatják friss híreinket. Köszönöm, hogy velünk tartottak, és a jövőben is várjuk Önöket a képernyő elé. Viszontlátásra!